Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag az ablakkezeléssel fogunk foglalkozni a KDE alatt. Azaz, megnézzük, hogyan lehet beállítani az ablakok kezelését. Ez már gyakorlatilag nem szépészeti dolog, hanem praktikussági dolog. Azaz, itt már érdemes odafigyelni, hogy mit állítunk, hiszen nem arról van szó, hogy zöld vagy kék legyen a háttér, vagy szürke, vagy esetleg melyik kép legyen rajta, esetleg az effektusok hogyan néznek ki. Ez már a munkánkat segíti. Hiába mondják sokan azt, hogy teljesen fölösleges ezzel foglalkozni, rákattint, előugrik, használjuk, billentyű kombináció, használjuk, és nem kell ezentúl semmi más csinálni, csak egy ablak, két ablak legyen. Én azt mondom, hogy mivel sok ablakkal dolgozunk, hogy hova kattintunk, hol kapja meg, és mikor, milyen hatásra a fókuszt, hogyan kerüljön előtérbe az ablak, az számunkra nagyon fontos. Nem az, hogy milyen effektus legyen mellette, hogy előugrik az ablak, vagy megnyílik, hanem úgy hogyan nyílik meg, hol nyílik meg, és miért nyílik meg. Az ablakműveletek egy összetett panel, ezzel érdemesebb egy kicsit jobban foglalkozni, hiszen az ablakok fontosak. Ablakozó rendszert használunk, nem terminálba dolgozunk. Első, a fókuszálás. Itt a fókuszálás valóban azt jelenti, amit a fókuszálás jelent, hogy melyik ablak legyen aktív. Tehát az aktivitás, hogy melyik ablakkal tudunk, melyik programmal tudunk dolgozni, nagyon fontos. Az ablak aktiválási szabály kattintás fókuszáláshoz. Ez az egyik gondolat. Az egyik gondolat az, hogy rákattintasz és ő lesz aktív ablak. Visszakattintunk, visszaugrik, hogy ez az effektus ilyen átugrálós, vagy áttűnős, vagy egyéb, az teljesen mindegy. De az egér műveletre, az egér kattintásra ugrott át. A másik lehetőség, ennek is van többféle verziója, de fókuszálás egérkövetéssel ez nagyon fontos dolog. Alkalmazásra teszünk, és megint összenyomom, és hogyan váltunk fókusz? Oda megyek! Oda megyek ahhoz az ablakhoz, ami aktívnak kell lenni. Oda megyek a másik ablak. Most ez az ablak lesz aktív. Lehet látni, hogy itt az effektus beállítás, a kattintás beállítás és egyéb beállítások összefüggenek. Azaz, ahogy az előbb láttátok, rákattintottam, előtérbe került az ablak, előtérbe került a rákattintott ablak és fókuszt kapott. A fókuszkövetés egérrel az valóban azt állítja, hogy az egér, amelyik ablak fölött van, az kapja meg a fókuszt, nincs beállítva hozzá, ezen beállítás szerint, mert én nem ezt használom, az, hogy előtérbe is kerüljön. Azaz itt azért összetett gondolatsorok vannak, nem olyan egyszerű, mint mondjuk egy I3 alatt, amikor megkapja valami a fókuszt, aztán ott van, ahol van. Ott nincs ilyen, hogy előtérbe, háttérbe van, általában ott a csempézős ablakkezelőknél ilyen rácsba, grádicsba vannak szétdobálva az ablakok, és azzal tudunk dolgozni. Azaz itt át kell gondolni, hogy mit és hogyan kell állogatni. Na, vissza az eredetihez, és ki fogom nagyítani. Fókuszálás helyett kattintásra és alkalmazásra bökök. Nekem ez a kényelmes, mert hogyha ellököm az egeret az adott ablakról, mert éppen gépelek, mert zavar, és odébb lököm, átmegy egy másik ablak fölé, és utána hiába akarom a szövegszerkesztőbe ütlegelni a billentyűzetet, egy esetlegesen más programra lesz a fókusz rakva, ami éppen nem a billentyűzetről várja éppen az inputot. Azaz, erre figyeljünk. A következő gondolat, ami már itt inaktív, mert visszaváltottam, ott kellett volna elmondanom, hogy a fókuszváltási késleltetést be tudod állítani. Itt be tudod állítani a fókuszváltáshoz való időt, azaz hány tized, hány század másodpercig legyen az egér a másik program felett, másik ablak felett, és akkor kapja meg az adott fókuszt. Tehát erre figyeljünk, itt is több lépcsőbe, több rétegbe kell gondolkodni. Fókuszelvétel megakadályozása, egyes programok erőteljesen szeretik magukhoz rendelni, magukhoz láncolni a fókuszt, nehezen lehet elmenekülni, idézőjelbe, így bizony be tudod állítani, hogy egy ablaknak mekkora fókusz tartási lehetősége van, általában alacsony, és utána semmi probléma nincs. Ablakok előtérbe hozása az aktív ablak rákattintáskor felemelkedik, ezért nem emelkedett fel az előbbi beállításnál.
A egérkövetésnél az aktív ablak, miért? Mert rákattintásra állítottuk, előtérbe hozásra elmutatáskor késleltetve ennyi. Azaz ez is megoldható, hogy például ne kelljen kattintani, csak fölé vidd az egeret, és akkor nyilván az egérkövetést ehhez kell alkalmazni, a fókuszkövetést ehhez kell alkalmazni, és utána ennyi millisekundum után bizony fölemelkedik, ha odáig ott tartod az egeret, be lehet szépen skálázni. Több képernyős működés, aktív képernyő az legyen, ahol az egérmutató van, fókuszálás csak az aktív képernyő, na hát ez fontos dolog, ha több képernyőd van, több monitorod van, és akkor előfordulhat az, hogy esetlegesen a fókuszt egyik monitoron szeretnéd az aktívan tartani, illetve megadhatod azt, itt is meg máshol is, természetesen, hogy ki és melyik monitor legyen az aktív képernyőd. Az aktív képernyő azért is fontos, és ezt jól át kell gondolni, mert hogyha azt mondom, hogy az aktív képernyőn nyíljon meg a program, akkor ha a fókuszt, illetve az egérmutatót ide-oda mozgatom a két-három monitor között, és én azt hiszem, hogy úgy van beállítva, hogy a főmonitorom az aktív, akkor ott fog megjelenni a megnyíló ablak, amire azt mondtam, hogy ott légy szíves megnyílani, ahol az aktív képernyő van, hogy bizony nem ott, ahol én várom, hanem ahol az egér van. Tehát erre mindenképp figyelni kell, aktív képernyő az legyen, ahol az egér mutató van. Én ezt deaktiválni szoktam, mert nekem az egyes, ez a nagy képernyő. Ez az aktív monitorom, ő lesz a fő monitorom, és ő lesz mindig az, ahol meg szeretnék nyittatni valamit, kivéve akkor, amikor nem. Például ilyen beszélgetés alkalmával ezt átállítom, hogy esetlegesen megnyíló olyan levelező egyéb program, ami hát nem mindenkire tartozik, a mellék monitoromon legyen szíves megnyílani, tehát át kell gondolni ezeket a dolgokat, jól skálázható, és sokan ezért tartanak a KDE-től, mert itt azért a lehetőségek számosak, összetettek, nem olyan egyszerűek, mint sok egyszerűbb ablakkezelő, illetve asztali felület együttesen, azaz át kell gondolni. Nincs avval se különösebb probléma, hogyha valaki többször nekifut a beállításnál, és folyamatosan szabja testre a dolgokat, hiszen nem feltétlenül kell első gondolatban, első nekifutásba beállítani, de azért megyünk végig a beállításokon, hogy mindenki azért nagyjából átlássa, hogy mit hol kellene piszkálgatni. Címsor műveletek, értelemszerűen a címsor ő. A címsor ő, ez a felső pereme az ablaknak, ez a címsor, hát megszoktuk, hogy oda kattingatunk, jobb egérgomb, bal egérgomb, görgetőgomb, egyébben lehet ott kattingatni. A címsor műveletek, dupla kattintás, mi legyen, beállíthatod, megnézheted, hogy nagyon sokféle van, ami számodra kényelmes, ezt át kell gondolni, mert napi szinten használjuk az ablakokat, napi szinten szeretnénk valamit gyorsan vele megcsinálni. Mit szeretnél vele gyorsan megcsinálni, hogyha ide kattintasz? A dupla kattintás bal egérgombbal, a szokásos dupla kattintással csukodjon be, görgesse le magát, vagy legyen nagy. Ezt neked kell eldönteni, természetesen én a maximalizálást szoktam beállítani, hiszen hogyha van egy kisebb ablakom, rákattintok, akkor legyen szíves már nagy lenni, hogyha még egyszer rákattintok, legyen szíves már kicsi lenni, ennyi, tehát erre figyeljünk, hogy nem azért állítunk be valamit, hogy az szép legyen, hanem azért, hogy kézreálló legyen. Az egér görgetővel itt mit csináljunk? Ez nagyon fontos, mert minden egéren ott van a görgető. Általában a beállításoknál azt mondják jobb meg bal, egérgomb, kalapkabát, ezt beállítják, de ne feledkezzünk el a görgető műveletről, azt is ki lehet használni. Miért? Mert általában aki KDE-t, GNOME-ot, vagy ilyen grafikusabb ablakkezelőt használ, mondjuk nem i3 VM-et, vagy X-Monádot, ő neki az egér használata abból áll, hogy majdnem egész nap hozzá van ragasztva a keze az egérhez, és azzal szeretné, és nem csak, és nem kizárólag billentyű kombinációval elérni azt a hatást, aminek neki fontos a munkájához, azaz nyilvánvalóan egér görgető beállíthatod, hogy mi legyen ott, és az be fogod állítani, hogyha itt egér görgetővel görgetek, kattintok, mit csináljon, a többi ablak felett alatt legyen, tehát így lapozgathatom az ablakot mögé, vagy az ablakot elé tudom tenni. Címsor és keretműveletek,
erre figyeljünk. Ez elég trükkös, mert azt mondtuk eddig, hogy a címsor, illetve ez a címsor, ami nagyon fontos, de itt a keretekre való kattintás is elképzelhető. Nem szeretem használni, ezzel nincs tapasztalatom, i3 alatt beállogattam, hogy a keretre való kattintás is működjön, de gyakorlatilag általában a fejlécre szoktunk kattintani, az nagyobb, szélesebb, mert itt azért a keretek hát eléggé lájtosak, picikék, persze lehetne állogatni azokon is. Tehát mit csináljon? Bal, középső vagy jobb egérgomb a kattintásnál, itt meg itt az egyszeres kattintásnál, az aktív ablakon, illetve az inaktív ablakon, ezt is be lehet állítani. Van három darab, minimum három darab gombod, és van kétfajta ablakod, az aktív, illetve az inaktív ablak. Ha ezt beállítod, dupla kattintás görgető egyéb eszközzel, akkor már gyakorlatilag az ablakok kinézetét, méretét, elhelyezkedését és egyéb dolgait szépen be tudod állítani, úgyhogy nem veszed el a kezedet az egérről videószerkesztésnél, bármilyen szerkesztő műveletnél, persze nem szövegszerkesztésre gondoltam, nagyon fontos, hogy az egér és a billentyűzet között a jobb kezet, általában a jobbkezes egeret használunk, az emberek nagy része jobbkezes, nyilvánvalóan ne az legyen, hogy mindegy inga elvissza járkál a kezünk, be kell állítani, hogy kényelmes legyen, ne az legyen, hogy persze jó az egérgomb, meg jó a billentyű kombináció, és el-vissza kapkodunk, hogy ezt is, azt is, ide is, oda is kell rángatni a kezünket. A saját kezünk, a saját csuklónk, az inak, az idegek és egyebek a kezünkbe, azok fontosak, nem erre a munkára készültek a kezeink, így bizony próbáljuk meg azt, hogy minél kevesebb felesleges és természetellenes mozgást kelljen tenni, szóval be lehet állogatni, értelemszerűen, ha rákattintasz, előkerül, hogy micsoda, és kiválasztod. Igazából túl is beszéltem. Maximalizáló gomb műveletei, na hát a maximalizáló gomb ő, tehát nem egérgombról beszélünk. Mit tegyünk, hogyha oda kattintunk? Megint az van, hogy van egy szituáció, egy hely. Nem az ablaknak a kerete, nem a címsor, hanem egy gomb. Beskálázhatod, hogy azonnal gombon, egy kattintással, bal, középső vagy jobb egér kattintással mit csináljon? Tehát át kell gondolni, már egy aktív ablaknál 6 darab, minimum 6 darab, de hogyha dupla kattintás a fejlécre, egér görgetővel való varázslat, akkor már 8 verziót tudsz az ablak műveletekhez tenni. Én nagyon szeretem azt, hogy a középső gombos kattintással bezárjak valamit, most nem szívesen zárnám be, de elhiszitek nekem, hogyha én ide rákattintok, ő egy aktív ablak, és középső egérgombbal bezárhatom. Ez még az i3-as időszakomból volt. Megszoktam, a középső egérgomb arra van, hogy becsukjam az ablakot, beállíthatjuk, igaz? És akkor nem kell ide menni a becsukó gombhoz, hanem akárhova, ahova kényelmesen oda tolja az ember az egeret, be tudjuk zárni, vagy akármit tudunk vele csinálni, azaz meg tudjuk adni, hogy itt mit csináljon, aktív, inaktív, vagy pedig a maximalizáló gombbal mit tegyen a egér, hogyha rákattintunk. Három darab kattintási lehetőség van. Én egy kis kritikát szeretnék itt gyakorolni, nem nagyot, picit, hát bizony jó lenne, hogyha az összes ilyen gombhoz hozzá tudnánk rendelni mindenfajta egér műveletet. Azaz nagyon kényelmes dolog lenne, hogyha például ebben a kis kérdőjel, vagy éppen lefele mutató nyíl, ami lecsukja az ablakomat, oda is három darab lehetőséget tudnék itt rendelni. Gyakorlatilag egy kis kedvesség lenne felénk. Ablakműveletek, inaktív ablakműveletei, bal kattintás, középső gombos, jobb kattintás, egérgombos kattintás, inaktív ablakokról beszélünk, aktiválás, felemelés és a kattintás átadása. Nyilván nekem ez van beállítva, értelemszerűen ő az aktív ablak, ő az inaktív ablak, hogyha én ő rá kattintok, az ablak területére kattintok, akkor már legyen szerső előreugorni, munkaképes állapotban, előrehozni magát, és bizony felemelkedjen, és aktív is legyen, és itt folytathassam arra a programra kattintva, ami nekem kell, arra az ablakra kattintva, ami nekem kell, a munkámat ugyanúgy, a többit is, középső jobb egérgomb görgetés felkiáltása az inaktív ablakokra
bizony meg lehet állapítani, hogy mit tegyen, görgetés, hát bizony aktiválás és görgetés, egyebeket lehet tenni, ami kényelmes. Ablakok, címsorok és keretek műveletei, balkattintás, középső, illetve jobb egérgomb és görgető ugyanaz módosító gombot tudok hozzárendelni, azaz nagyon kényelmes az, hogy hozzárendeljünk a egér művelethez egy plusz gombot, és ezzel kiterjesszük azt a lehetőséget, hogy egér és egy gomb lenyomásával valami pluszt is tudunk csinálni az ablakainkkal, a műveleteket el tudjuk végezni. Logikus gondolat, és szerintem ez mindenképpen így van, és ez így alakult ki évtizedeken keresztül, amióta ilyen lehetőség van, vagy a Windows gombot használjuk. Játékosoknak azért érdemes figyelni, hogy a billentyűzetükön elvileg nagyon sok billentyűzeten billentyű kombinációval le lehet tiltani ezeket a gombokat, tehát a Windows gomb itt meta néven futó gombot, és ha valami nem működik, tehát be van állítva, hogy ő kattint a meta lenyomása mellett az ablakkeretre, vagy akárhova, és nem történik semmi, akkor nézze meg már a billentyűzetét, hogy nem tiltotta le hardveresen a meta, illetve a Windows billentyűnek a lehetőségét. Én belefutottam ebbe, nyomkodtam a billentyűt, próbálgattam, és utána nem működtek a billentyű kombinációim, egy sem. Ami a Windows gombhoz volt rendelve, hát persze, hogy szétszedtem a billentyűt, cserélhetőek a kapcsolók, benne kicseréltem, nagyon jó dolog volt, mert legalább kipróbáltam, hogyan kell szétszedni a billentyűzetet, kapcsolókat kicserélgetni, oké, és utána sem ment. Hát nyilvánvalóan utána elolvastam a leírást, ezt kellett volna először, kiderült, hogy bizonyos billentyű kombinációval le lehet tiltani a Windows gombot, és aztán utána visszaaktiváltam, és működött. Azaz itt is vannak ilyen lehetőségek, hogy például meta lenyomásával bal kattintás és mozgatás, így szépen tudod mozgatni, és visszahozom ide, kinagyítom. Logikus gondolat, ahogy elkezdtem a kitérés előtt, hogy bizony a bal kézhez kényelmesen rendelhető és mással nem összekötött, általában mással nem összekötött billentyűt, így a metát, a Windows billentyűt és az egeret összekötjük plusz lehetőségek képében. Mozgatás, ablakgeometria megjelenítés, mozgatáskor vagy átméretezéskor, ez nem alapértelmezett, meg általában nincs is rá szükséged, de látható, hogy ott középet van ilyen méret, illetve pozíció elhelyezés, hogy melyik pozícióban van, illetve milyen méretben van az adott ablak. Ez azért fontos későbbiekben, következő részben lesz fontos, amikor az ablakszabályokról beszélünk, hogy tudjuk, hol van az ablak, meg különben is mekkora. Tehát az, hogy beállítsak valamit, és hogy ott legyen az ablak, ezeket az infokat kellem tudni, tehát hogyha ezt bepipálod, beállítod, és utána az alkalmazásra böksz, akkor meg fognak jelenni ott középen ezek az értékek, amik későbbiekben fontosak is lehetnek. A képernyő széllek vonzási távolsága, tehát hogy oda mágnesezze, milyen távolság, ablakvonzási távolság, ha egymáshoz klikkeled az ablakokat, tehát hogy szépen egymás mellett legyen, milyen távolságra vonza egymás, középső vonzási távolság pedig nincs a elrendezésnél, ez egy kicsit segít, engem gyakorlatilag nem érdekel, ennek a beállítására pontosan 0 percet szántam, egyedül ami itt fontos nekem, az, hogy az ablak geometriát megjelenítsük. Speciális, a speciális nem is annyira speciális ablakok legörgetése, a címsorra mutatás után ennyivel. Nálam ez igazából nem jött be, én ezt kiszoktam szedni és alkalmazásra bökök, nem tudom, hogy alapesetben mi van beállítva, én már sok mindent állogattam, kivettem, bevettem és piszkálgattam. Maga az effektus nagyon egyszerű, be is mutatom, gyakorlatilag arról van szó, hogy felgörgethetsz egy állományt, egy ablakot, ilyesmi lesz, azaz csak a fejléc lesz látható. Úgy tesszük meg alapesetben, hogy a felgörgetésre bökünk, felgörgetődik. Ha be van ez az effektus állítva, ide megy az ember, legörgeti, elveszi az egeret, visszagörgeti, itt is ugyanazt látod, amíg ott van az egér a területen, odáig
gyakorlatilag az ablakot látod, elviszed, visszagörgeti, van, ahol kényelmes lehet, én ezt nem szoktam használni, legalábbis jelen pillanatban, de mindenképp érdemes ezt ismerni, hiszen egy kényelmi lehetőség a KDN belül. Ablakelhelyezés minimális átfedéssel, maximalizáltan, meg egyéb ilyen beállításokat meg lehet tenni. Nagyon fontos, vagy nem fontos, ki mit szeret, hozzáteszem, hogy a KDE, ismétem, a KDE appok, tehát a KDE programok, amik a KDE-hez vannak rendelve 101%, a többi kétesélyes, hogy megjegyezze, hol zártad be az előző méretet, tehát hogyha itt van ez az ablak, bezárom, a következő indításkor ugyanitt fog megnyílni, vagy nem. Ez előfordul, ki kell tapasztalni, hogy melyik ablak, ami így működik, melyik, ami nagyemes egyszerűséggel elfelejti. Ami elfelejti, következő részben ablakszabályokat fog kapni, és akkor nem fog össze-vissza ugrabugrálni, itt-ott megjelenni, megfelelő mérettel, vagy nem, hanem egy szabály szerint ott fog megjelenni, ahol nekünk kell. Speciális ablakok, eszközablakok elrejtése inaktív alkalmazásoknál, tehát hogyha valamelyik alkalmazás éppen adott ablak inaktív, akkor ne legyenek ilyen gyermekablakai, hogy így mondjam, eszközablakok elől, hanem azokat is dugaszolja el. Nagyon egyszerű, de mindenen át kell menni, kipróbálni, úgy beállítani első körben, ahogy neked, hát úgy elméletileg tetszik, és utána finomítani, mert ahogy itt beszéd közben is észrevettétek, sok minden több helyen is állítható, több olyan dolog van, ami összefügg egy esetlegesen máshol megtalálható beállítással, és abból lehetnek gubancok, félreértések. Ahogy mondtam, sokan azért nem szeretik a KDE-t, és én ezért szeretem a KDE-t, hogy bizony sok mindent sok helyen be lehet állítani, tehát itt azért el lehet veszni az erdőbe a beállítások között, ha valaki nem gondolja át, hogy mit szeretne csinálni, és hogyan szeretne csinálni. Miért? Mert összetett a rendszer. A következő a feladatváltó, gyakorlatilag ezt mindenki ismeri, ezzel tudsz lapozgatni a feladatok nyitott programok között. Én egy újat telepítettem, rengeteg féle van, illetve a témák is hozzák, amelyet te installálsz, tehát azok a témák, amiket mondjuk a globális témaként installálsz, hozzák a saját kinézetű feladatváltójukat, egészen összetett, egészen furcsa megoldások is vannak. Én egyet raktam föl, de gyakorlatilag megteszi, amit kell. Van egy gyors billentyű, nálam az Alt Tabra van beállítva, itt alapértelmezett is ez, és akkor kapsz egy ilyen feladatváltó kütyüt. Gyakorlatilag én bevallom őszintén, nem ezt használom, hanem itt alul lépkedek a dolgaim között, és ezzel váltom a feladatokat, de hogy lehet látni, be tudod állítani egyrészt azt, hogy mi legyen, legördülő menüből kiválasztod azt, ami neked tetszik, ide rábökve jó eséllyel képet is kapsz róla, hozzárendelhetsz az előre, illetve a visszafele való léptetéshez egy-egy gyors billentyűt, illetve aktuális alkalmazások közötti léptetéshez egy-egy gyors billentyűt nem használom, illetve a tartalomra, a megjelenített dolgoknak a tartalmára, a megjelenített ablakok rész feladatára tudod beállítani, hogy mi jelenjen meg, össze kell hozni, hogy mi tetszik, nyilván aki nem használja, nem úgy használja, hogy altabbal léptet, hanem van egy panelja, és ezt szereti, vagy ide rá szeret bökni, és akkor megjelennek a monitorokon az éppen futó programok. Szerintem ez kényelmesebb, de ez az én egyéni hozzáállásom, illetve az ablakok, bocsánat, asztali felületek közötti váltásra is nekem kényelmesebb ez a éppen beállított, forgó kockára beállított asztalváltó, tehát nekem ezek a kényelmesek, az altabb egyebek már úgy kikoptak a kedvenceim közül. Nyilván olyan felületen, mint az E3, nagyon kényelmesen lehet használni, de itt van más, igaz? Vannak más lehetőségeik is, illetve egy alternatív, hasonló alternatív megoldás van. Ebbe nem vagyok otthon, nem is nagyon szeretném elmagyarázni az, amit itt egyértelműen látod, kiválasztod, és kész. Ennyi. A következő gondolat már egy kicsit izgalmasabb,
Persze ez is egy érdekes dolog volt. A Kvin scriptek hogyan lehet a Kvint, a KDE ablak megjelenítő részét, az ablak kezelő részét egy kicsit felturbozni. Nagyon jó, és nagyon sok script van hozzá. Gyakorlatilag két lépéses a dolog. Kell egy script, ami megcsinálja azt, amit én akarok. Kettő, be kell állítani. Én egyet állítottam be jelen pillanatban. Őt látjátok aktiválva. Ez a kis script, ami gyakorlatilag az ablak elhelyezésért felelős, a rábökök egy ablakra is helyezd el oda, ahova kell scriptem. Gyakorlatilag kényelmes, hogyan működik egy akármilyen Kvin script telepítése. Nem kell megijedni, alapesetben nagyon egyszerű. A telepítés logikusan nagyon egyszerű, gyakorlatilag telepítés fájlból, légy szíves letölteni az adott honlapról, és rábögsz, megkeresed, és utána gyakorlatilag telepíti magát. Hozzáteszem, olvasd el a leírást, mert a legtöbb működik, egyértelmű, letöltöd, és telepíted. De vannak olyanok, amik azt mondják, hogy egyéb telepítési módszer is van, és ide-oda másolgatni, vagy valamit futtatni kell, logikus. Oda megyünk, hogyha valamit le akarunk tölteni, és utána értelemszerűen mi a feladatunk? Első, elolvassuk, hogy miről van szó. Én az előbb futottam bele, hogy új script telepítése, letöltése, felkiáltású dolgot hivatalos formátumban megcsináltam, ide rábögtem, kiválasztottam, és nem akar települni. Nyomtam én itt az install gombot, mint a hüle gyerek, aztán kiderült, hogy leírásban még egy scriptet is kellett volna futtatni. Hát nézzünk is meg egy akármilyet, én most installálom, de csak azért installálom, hogy lássátok, hogy az installáció így működik, install, és utána készen is van, és bezárjuk, és már van is itt egy olyan lehetőség, ami újdonság. Nézzétek meg azt, hogy itt semmi nem változott, csak bekerült egy név. Akkor lesz aktív, és erre nagyon figyelj, neked kell aktivizálni, nem csak telepíteni, aktivizálni is kell, ide rábökünk, és már aktív is lesz alkalmazás parancs után. Ezt mindenképp érdemes kétszer átgondolni, mert nem elég installálni, tehát nem egy program installáció ez, ami utána a program elérhető lesz, hanem a KDE-nek meg is kell mondani, hogy légy szíves, ezt, hát tudd, hogy itt van, és szeretném használni. Ha egy picit nem akarod használni, mert ütközik másikkal, vagy éppen olyan, hogy ideiglenesen ellát egy feladatot, és nem mindig kell, és ki akarod kapcsolni, értelemszerűen kiveszed előle a pöttyöt, és utána már inaktív lesz, alkalmazásra bökünk. A következő gondolat nem kell elmondanom, remélem, azt, ami nem kell, ki kell törölni. Rengeteg scriptet elbír a KDE, de ami már nem kell, ami nincs fejlesztve, vagy kipróbáltad, és mégsem nem kell, azt el kell távolítani a kukára való nyomással. Az információt az I betű adja meg, van amelyik ilyen, van amelyik hosszú, van amelyiknek a honlapjára oda tudsz navigálni, teljesen mindegy, egy scriptet ad. Az előzőekben bemutattam ezt a kis csempézős cuccot, nagyon megszerettem, ahhoz van ilyen kis plazmoid is, amit ide lehet tenni, tehát nem csak billentyű kombinációval tudod elérni. És itt egy videófal, ezt nem fogom használni, mert igazából soha nem szerettem ezt a videófal megoldást. Több monitoron végighúzódik a videó lejátszás, meg egyéb ilyesmit tud. Én igazából azért nem szeretem, mert különböző méretű monitorjaim vannak, és azon elég bugyután néz ki. Plusz természetesen egy monitor is bőven elég, amit én nézek, de az a lényeg, itt van egy kis ilyen csúszka akármi, lényeg, azzal lehet beállítani, hogy hogyan kell beállítani logikusan, scriptenként, lehetőségenként, kiterjesztésenként, hívhatjuk pluginokként is, azokat bizony meg kell nézni, el kell olvasni. Logikus, hogy az alap 3, ebbe a verzióban 3-at kapunk alapnak, arra bökögethetsz a kukára, nem fog eltűnni, hogy miért nem, és a videófalat még nem lehet eltüntetni, ne tőlem kérdezzétek meg, én úgy gondolom, hogy értelemszerűen így van beállítva, kalap, kabát, örülünk neki, ablakszabályok, ugorjunk,
ugorjunk, ez egy rövidebb, összetettebb, érdekesebb rész, egy külön videóval, egy rövidebb külön videóval szeretnék vele foglalkozni. Miért? Mert fontos, és egy periférikus dolognak tűnik, de én úgy gondolom, hogy ezeket az ablakszabályokat, aki ablakkezelőről, mondjuk i3-ról jött, hiányolná. Hiányolná. A Gnome-ba is van, hozzáteszem, a Gnome-ba is van, pontosan ugyanolyan szépen beállítható grafikusan, mint itt. Na hát ez majd a jövő zenéje lesz, későbbiekben beszélünk róla, hogy ne csak rövid legyen a videó, értelemszerűen billentyűparancsokon villámgyorsan átmegyünk. Billentyűparancsot mindenki ismeri. Én azt mondom, hogy bár lehet bármilyen billentyűparancs kezelő eszközt használni, én úgy gondolom, hogy első körben, ami a KDE-hez tartozó programcsomag, annak a billentyű kombinációit, beállításait, minden ilyen gondolatát ezen a felületen keresztül kellene megtenni gyors billentyű témakörben. Miért? Amikor én elkezdek itt piszkálódni, állítgatni valamit, rögtön sipul, és sír a szája széle, hogy így mondjam, ha valami olyan billentyű kombinációt ütök be, szeretnék használni, ami már foglalt, és ez nagyon kényelmes dolog, és elegendő nekünk a ezen a felületen nem kezelhető programok billentyű kombinációinál kiszűrni, hogy melyek azok, amelyek már foglaltak, mert egy billentyű kombináció két programhoz, két funkcióhoz rendelve nem túl egészséges. Az alapbeállítások értelemszerűen abból indulnak ki, hogy kikeresed azt a eszközt, például Dolphint, amit szeretnél használni. Elméletileg meta elvel indul el, és ráütök, és el is indul. Azaz ilyen gyorsindítós cuccokat minden esetben próbáljuk meg itt beállogatni, ennél beállogatni, és akkor nem lesz olyan, hogy ütközés van. Lesz. Természetesen szólni fog a rendszer, de kényelmes. Értelemszerűen egyedi gyors billentyű hozzáadása bemenet, és legyen Windows T, és egyedi legyen Windows E. Miért tettem 2-t, 3-ot, 4-et, 5-öt, akármennyit? Azért, hogy lássátok, többet hozzá tudsz rendelni. Ez kényelmes, mert gyakorlatilag itt is meg tudjuk adni azt, hogy többel induljon. Mert lehet, hogy én mind a kettőt megszoktam. Az első időben az alapértelmezett gyors billentyűhöz ne nyúljatok. Miért mondom, hogy ne nyúljatok? Mert hogyha leírásokat olvastok, ezek az alapértelmezett billentyűk lesznek abba benne. És hiába gondolod azt, hogy te mondjuk a Dolphinnak átállítod a Windows plusz D-re a indítását, jó, az természetesen jó, de hogyha ők azt mondják, hogy a Windows plusz E-vel indul, te utána ütlegelheted, hogyha ezt átírod a Windows E-t, nem fog elindulni, és problémát jelent. Azért jó a KDE, mert több billentyű kombináció hozzáadható funkcióhoz, programhoz, akármihez, és így az eredeti is megmarad, meg a te általad beállított is. Én ezt a KDN Live-nál nagyon megszerettem, és azért az utóbbi időben tartom magamat ahhoz, hogy az alapértelmezett, beállított gyors billentyű megmarad, ha más gondolatom nincs, és hozzáteszek egy pluszt. Majd amikor már én úgy igazából megismertem a KDE-t, akkor átrendezem a gyors billentyűket. Oké, gyors billentyűzés. A gyors billentyűzés azért rossz sok helyen, illetve maga a gyors billentyűzés nagyon jó, de az a hibája előfordulhat, hogy én beállítok egy programba 5-6-8 billentyű kombinációt, megváltoztatom, vagy beállítom az indító gyors billentyűket, teljesen mindegy, és utána újratelepítésnél ugyanez az egészet el kell indítani újra, tehát egyesével végig kell menni. Persze vannak olyan billentyű kombinációt használó, tároló, irányító és beállító programok, ami szöveges, és ilyenkor a szöveges fájt lementi az ember. Oké, de a KDE nem ilyen. Keresgélhetjük azt, hogy hol tárolja. Persze meg lehetne találni, de hát az eléggé macerás. Nézzük is meg, mi az, ami számunkra fontos. A séma exportálása. Válassza ki lentebb az exportált sémába belefoglalni kívánt
komponenseket. Na hát ez eléggé furán hangzik, de gyakorlatilag ki kell jelölni azokat, amelyeket menteni szeretnéd, mármint a gyors billentyű beállítását, kijelölöd, és utána elindítod a mentést, pár tized másodperc múlva lementi abba a fájba, amibe te szeretnéd, utána a séma importálására vissza tudod hozni. Logikus elgondolás, hogy ilyenkor érdemes ugyanazt a kört megtenni, tehát hiába mented le mondjuk Clementinnek, Dolphinnak, illetve energiakezelőnek a gyors billentyűt, meg egyebeket, természetesen, ha nincs telepítve a következő rendszeredre, hát importálhatod, de nem sokat érsz vele. Oké, gyakorlatilag ennyi. Megbeszéltük, hogy hogyan indítunk egy-egy olyan programot, aminek ez az egy lehetősége van, de vannak olyanok, amelyik például a hangerő, ami nem egy program, hanem egy lehetőség, a hangerő csökkentése, milyen gombban legyen, hangerő csökkentése, hozzáadhatsz egyedi billentyű kombinációt, tehát nem csak egy olyan lehetőséged van, hogy elindítasz egy programot, hanem bizonyos funkciókat tudsz is vezérelni, rendszerszolgáltatások néven fognak futni, értelemszerűen itt én gyorsan csinálok egy gyors változtatást, ezt már akartam, a legördülő terminált szerettem volna F4-eshez hozzárendelni, itt is látni, hogy a alap F12-es az ott van, hozzá nem nyúltam, inkább az egyedi gyors billentyűket szeretem használni. Azaz, kényelmesen beállíthatod, logikus dolog, hogyha valamit el akarsz tüntetni, nem akarod gyors billentyűzni, vagy nem szeretnéd, hogy itt megjelenjen. Bár kérdés, hogy miért nem szeretné itt megjelentetni az ember, el tudod tüntetni, nem szeretnék ehhez hozzányúlni, de igen, ehhez hozzányúltam, és ki van kapcsolva. Ehhez a gyors billentyűzés ki van kapcsolva. Rendszerszolgáltatások, ezek azok a szolgáltatások, mint az előbb említettem, a hang, munkamenetkezelés, médiavezérlés, egyéb, ami fontos, hogy jól legyen legyors billentyűzve, parancsfuttatás a vágólap tartalmával, van ilyen lehetőség, hát bizony, vagy keresés, vagy egyéb, értelemszerűen beállítható a Caronerhez, meg sok egyéb minden is, plazmához is megvannak ezek gyakori műveletek, ezek ilyen fájműveletek, amihez hozzá tudsz rendelni különböző gyors billentyűt, vagy egyéb gondolatok, ezek globálisan értelmezve lesznek, logikusan, csak a KDN belül tudunk itt állogatni valamit. A navigáció, egyéb gondolatok, egyéb parancsokat beállogathatod, itt valóban hát nem is a szakmai hozzáértés, hanem a kényelmes szék az, ami fontosabb. Az az ember végigmegy azon, hogy aktivitás kezelő, ezt én nem használom, nem állítom be, billentyűzet, kiosztás, váltás, mivel váltódjon, ha van több billentyűzet, kiosztás installálva, és akkor globálisan a KDN belüli dolgoknál ez működni fog. A KVIN dolgokat érdemes mindenképp átnézni, mert nyilvánvalóan ezzel szabályozod az ablakokat, ezzel szabályozod az asztalok közti váltást. Megszoktuk az E3VM-nél, vagy akármilyen terminálhoz egy kicsit közelebb álló, és a billentyű kombinációkra jobban támaszkodó asztalkezelők, ablakkezelőknél, hogy majdnem minden billentyű kombinációval mozgatunk az ablakokat, programokat, asztalokat, az asztalra való küldést, az asztal megjelenítését, mi billentyűről tudjuk vezérelni, itt is megvan ez a lehetőség. Erre akartam kitérni, mert sokan azt gondolják, hogy a KDE, vagy éppen a GNOME, mert a GNOME-ba is megvannak ugyanezek a lehetőségek, meg a többibe is sok helyen, hogy nem tudjuk vezérelni billentyűről. Mindig azt mondják, hogy persze leszakad a kezed, hogy ott van az egér, és állandóan azt kell rángatni. Persze, nyilván egy kicsit kényelmesebb, egy kicsit jobban eltámaszkodik a KDE GNOME és az egyéb ilyen felület az egérkezelésre, hiszen eddig azt állogattuk, hogy a külcsin hogyan nézzen ki, és az egérrel, és hogyha ide kattintok, és ha azzal kattintok az előzőekbe, az előbb erről beszélgetünk, na hát ez így van, de billentyű kombinációval is tudunk dolgozni, és be lehet állogatni. Látható, hogy ezek nincsenek alapba beállítva, nagyon jó, mert én a beállítást úgy leülök egyszer,
majd szombat vagy vasárnap, vagy egy esősebb nap, és akkor teljesen átszabom olyanra, mint amit én megszoktam. Tehát van lehetőség asztal, ablak és egyéb kezelésére, ide-oda átküldésére, meg egyébre a KDL-ben is. Azaz nem leszel hátrányba ilyen szempontból sem, hogy bizony ezt használod. A többi egyértelmű. Eddig arról beszéltünk, hogy a programok beállítása a KDN belül hogyan történik, illetve azok a lehetőségek elérése gyors billentyűvel, amit a KDE ad. Természetesen ezen túl is tudunk lépni, egyedi billentyű parancsokat hozzá tudunk adni. Példákat érdemes átnézni, a logikája nagyon egyszerű. Nézzünk is meg egy keresést. A keresés bizony megjegyzéssel kezdődik, tetsz ide egy megjegyzést. Én igazából nem szoktam megjegyzést tenni, de hogyha összetettebb parancs van, aminek az értelmét azonnal nem tudja az ember névre ránézve, akkor értelemszerűen adhatunk megjegyzést is. Eseménykezelők, azaz billentyű kombinációt megadhatsz a keresés funkcióhoz, és logikusan a művelet az, hogy nyissa meg ezt a adott honlapot, azaz ide beírogathatod a parancs nevét, honlap címét, vagy akármit, amit ezzel szeretnél vezérelni. Konzol elindítása, konzol, Ctrl-Alt-T, megjegyzés, globális keyboards, ide a megjegyzés megtették, én nem szoktam, esemény, Ctrl-Alt-T, és a művelet mi, alkalmazás induljon el, alkalmazásokat itt tudod kiválogatni, tehát el tudsz indítani olyan programokat is, olyan skripteket is, én arra szoktam ezt használni, ami alapvetően nincs bent az előző felsorolásban, van lehetőség, tehát nem kell különösebben megijedni, itt is minden lehetőséghez, minden gyors billentyűzési lehetőséghez, akár magán a KDN belül, a KDE cuccokhoz, vagy pedig külső programok egyéb indításához meg tudod tenni itt a parancsokat, a gyors billentyűzést, és nem jelent gondot. A példákat, ahogy mondtam, nézd át, egy picit, hogy is mondjam, oda kell ezeknél figyelni, pici kis tudás kell, de itt is azt kell mondanom, hogyha nem kell neked egyedi billentyű parancs, mert a gyors billentyűket hát bizony átnézted, testre szabtad, nagyon jó, ezek nélkül bőven el tudod látni az összes feladatot. Hát mára ennyit szántam, mindenkinek jó válogatást kívánok, sziasztok!